Vanredni parlamentarni izbori raspisani su za 16. mart. Već je najavljeno da će se voditi prljava kampanja. Na koji način bi se izbori mogli odraziti na političku klimu, stabilnost i funkcionisanje grada? Ami a választásokat illeti, úgy gondolom, hogy a választási kampány, illetve maguk a köztársasági választások, azok a kampányai nem fognak különösen kihatni a mostani hatalmi koalíciónak a működésére, illetve mostani hatalmi koalíción belüli viszonyokra. A választás eredmények függvényében pedig esetleg, hogyha valami komolyabb meglepetések születnek, akkor lehetne esetleg valami kihatása a mostani hatalmi koalícióra, de csak is a választások után, itt a választási eredmények kimenetelének a függvényében. Treba li menjati izborni zakon i kakav je vaš stav po pitanju direktnog izbora gradonačelnika? Ami a választási törvényt illeti, az önkormányzatok szóló választási törvényt illeti, azt kell, hogy mondjam, hogy vannak érvek az mellett, hogy a polgármester közvetlenül legyen megválasztva, és vannak érvek az mellett is, hogy a polgármestert a képviselőtestületi többség válassza meg. Az én személyes véleményem az, hogy még mindig jobb az a megoldás, hogy a polgármestert a képviselőtestületi többség válassza meg, mert akkor a képviselőtestületi többség áll a polgármester mögött, és van egy stabilitás, és van egy biztonság arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat jól működhet. Akkor vannak gondok, hogyha sajnos a polgármestert egy politikai opcióból válasszák meg, egy másik politikai opció pedig kap többséget a képviselőtestületbe, és akkor legtöbb esetben az önkormányzat működése teljesen megbénul. Úgy gondolom, hogy ez a legrosszabb megoldás. Lehet, hogy még nem érettünk meg a demokráciát illetőnek olyan szintre, hogy közvetlenül válasszuk a polgármestert, mert azt gondolom, hogy ez a lehetőség, hogy az önkormányzat legyen blokkolva, hogyha a polgármester az egyik opcióból van, a képviselőtestület többség pedig a másikból, azt gondolom, hogy nagyon reális is sok helyen nálunk, és azt gondolom, hogy igazából az jelenti veszélyt. Ultradesničarska magyarska partija Jobbik je otvorila kancelariju u Subotici. Kako komentarišete taj čin i izjavu gospodina Ištvana Savaija, poslanika u mađarskom parlamentu, koji je rekao da njihovo delovanje nije upereno protiv Srba i Srbije, već na ostvarenje interesa Mađara na odcepljenim teritorijama? Može li ova partija uticati na ostvarenje interesa Mađara u Subotici i na koji način? Šta vi definišete kao interes mađarskog nacionalnog korpusa? Ami a Jobbiknak a ténykedését így szavatlan illeti, azt gondolom, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség és Pásztor István elnök úrnak a nyilatkozata az teljes mértékben tükrözi azt a véleményt, amit én is képviselek. Azt gondolom, hogy a Jobbik magyarországi politikai szinten kell, hogy megmérkőzzen az ottani politikai erőkkel, és azt gondolom, hogy a Jobbiknak a politikájának az átruházása vagy valamilyen behozása a vajdasági területre, illetve Szerbiában, azt gondolom, a magyar közösségnek nem fog előnyt jelenteni, illetve nem fog a hasznára válni. Azt gondolom, hogy a vajdasági magyar közösségnek az érdeke az, hogy önállóan politizáljon, és hogy a szélsőséges álláspontok, politikai állásfoglalások, azok elkerüljék ezt a közösséget, mert az semmi jót nem fog neki hozni az elkövetkező időszakban. Poslanica Evropskog parlamenta Kristina Morvai u Strasburu je postavila pitanje teritorijalne autonomije za vojvođanske opštine sa većinskim mađarskim stanovništvom. Za isti cilj se zalaže i Jobbik, kao i pokret Mađarske nade. Ukoliko bi se ovo pitanje isprečilo ka ulasku u Evropsku uniju, smatrate li da bi personalna autonomija umesto teritorijalne mogla opstati kao kompromisno rešenje? Azt gondolom, hogy a vajdaságnak az autonómiának a kérdése az nem az európai parlamenti képviselők által fog átdőlni. Az elsősorban egy komolyabb politikai kérdés. Azt gondolom, hogy Szerbiának az Európai Uniós csatlakozása az nem válhat kérdésessé annak a függvényében, hogy történelmi múltbali problémákat fogunk feszegetni. Azt gondolom, hogy az Európai Uniós csatlakozási folyamat az elsősorban konkrét dolgokkal fog foglalkozni, és nem pedig a múltra fog visszatérni, úgyhogy ebből kifolyólag azok az országok és azok a hatalmak, amelyek döntenek ezekről a folyamatokról, azt gondolom, hogy ilyen formában nem fogják ezeket a történelmi múltból való sérelmeket nagyon figyelembe venni. Ez lehet, hogy valakinek jó, lehet, hogy valakinek rossz, de azt gondolom, hogy a közösség, akár Szerbiát illetően, akár a magyar közösséget illetően, hogy visszatérjen a múlthoz, az nem egy jövőkép senki számára se.
előre kell néznem, azt gondolom, hogy a nehéz pillanatokból, amit a múltban átéltünk, illetve átéltek az elődeink, attól valamilyen formában tovább kellene lépni. Da li je moguć razvoj na bilo kom planu počeo od privrede bez suštinske, sveobuhvatne, višeslojne decentralizacije koja se vezuje i za regionalizaciju, a u čemu mnogi vide separatističke ideje? Ami a decentralizációt és a regionalizációt illeti, a központosítás egy elég komoly probléma szerbiai szinten, és azt gondolom, hogy a központosítást azt elsősorban a hatásköröket illetően és a pénzek feletti rendelkezést illetően kellene valamilyen formában leépíteni. Azt gondolom, hogy a közösség számára, a polgárok számára is az jelenteni egy komoly előnyt, hogyha bizonyos hatáskörök, méghozzá életszerű hatáskörök, azok delegálva lennek önkormányzati szintre, illetve a költségvetési pénzek megvalósításra vonatkozóan is az önkormányzatoknak nagyobb jogosítványaik legyenek. Azt gondolom, hogy ez egy jövőképet, vagy azt mondom, hogy egy mozgástert biztosítani nagyobb mértékben az önkormányzatoknak. Ami a regionalizációt illeti, az biztos, hogy ezek a folyamatok európai szinten erőteljesek, az is biztos, hogy szerbiai szinten is elkerülhetetlenek, tehát biztos, hogy szerbiai szinten is valamiféle regionalizációra sor fog kerülni, hogy ez milyen módon fog majd megvalósulni, meglátjuk az elkövetkező időszakban. De azt gondolom, hogy azok a régiók, amelyek a történelmi formán folyamán kialakultak, azokat a régiókat meg is kellene őrizni, illetve meg kellene tartani. Podržali ste ideju da Palić, Bajmok i Čantavir budu gradske opštine. Koliko bi ovo doprinelo ravnomernijem razvoju, razvoju ruralnih sredina i kako bi se ovo odrazilo na gradski budžet? Ami a vási község megalakítását illeti, azt kell mondjam, hogy nem álltam el ettől a gondolattól. Ez a Vajdasági Magyar Szövetségnek a programjában is benne volt, és úgy gondolom, hogy ezt a kötelezettséget megvalósítani. A kültéri településének a lakosság az legnagyobb számban támogassa egy ilyen javaslatnak a megvalósítását. Azt gondolom, hogy fontos lenne az, hogy megállítsuk a kültéri településeknek a tönkremenését, vagy azt mondom, hogy hátralépését az elmúlt időszakban, hiszen egyértelmű volt, hogy a kültéri településeink azok nem fejlődtek, hanem inkább hátrafelé fejlődtek. A kültéri településekben a vási község megalapítása az közelebb vinni az önkormányzati szolgáltatásoknak az elvégzését, egyrészt az alszínű köztársai szolgáltatásokat is, másodszor pedig ezek a települések, illetve ezek a városi község saját hatáskörrel és saját költségvetéssel rendelkeznek, akkor valószínű ez a fejlődési rendellenesség, ami az elmúlt időszakban fennállt, ami egyértelmű, ezt meg lehetne szép lassan szüntetni, és ezeknek a településének is a fejlődése egy normális szintre lehetne hozni, ami azt jelenti, hogy a fiatalok ott maradnának, egy jövőkép lenne ezeken a településeken, úgyhogy másképpen nem lehet megállítani ezt a folyamatot, hiszen egyértelmű az, hogy mind az összes kültéri településünk az elmúlt két-három évszerűen nagy mértékben devasztálódott, a fiatalok elhagyják, gazdaságilag tönkre mennek ezek a települések. A lakosságnak a száma nagy arányba fogy a többihez képest, és azt gondolom, hogy ez nem szolgálja a város érdekét, mert a közösség érdekét is. Másodszorban pedig, hogyha a pénzközönet illető gondolom, hogy meg lehetne oldani azt a kérdést is, a költségvetési pénzek, azt mondom, hogy igazságos módon és becsületes módon legyenek szétosztva a városi községnek, illetve magának a városnak is, és mindenki megtalálja az érdekét, mert azt gondolom, hogy az lenne igazából a közösségnek is magának az érdeke. Mesna zajednica Željezničko naselje ima višedecenijske infrastrukturne probleme. Prethodna vlast je na ovom planu učinila korak napred. Da li će biti daljih pomaka? Azt gondolom, hogy a Vastas helyi közösség problémáira vonatkozóan elsősorban rendezni kell az elkövetkező időszakban a körforgalomnak a kiépítését a Majsai hídnál. Ott ki kellene még sajátítani pár ingatlant, és ennek a függvényében megteremteni a feltételeket, hogy a körforgalom kiépüljön, illetve a körforgalom mentén egy pár olyan komerciális jellegű épület is kiépüljön, amelyen munkahelyeket tudnánk teremteni, illetve valójában azt az egész teret ott beépítenénk úgy, hogy az hasonlítson is valamire, most sajnos elég cudar állapotban néz ki az egész Majsai úti leágazásnál az egész környék. Fele házatnak lebombantva, fele ott áll, tehát eléggé rosszul néz ki az egész. Másosorban azt gondolom, a Vastas helyi közösségre vonatkozóan a következő évben, ebben az évben, illetve a következő évben ki fog épülni a Kollektor 7-esnek a szakasza, ami lehetőségeit nyújt arra, hogy a helyi közösség területén egy komolyabb beruházás történjen meg úgy a szennyvíz csatornahálózat képítését, illetően mind a vízhálózat képítését, illetően, és amit azt gondolom, hogy lehet, hogy még érdekes lenne, vagy számomra azt gondolom, hogy egy érdekes
kérdés az, hogy az Althausnak az épületében is lehet, hogy foglalkozni kell az önkormányzatnak és lekivásárolni és ott rendbe tenni. Azt gondolom, ott lenne igazából a hely egy jövendőbeli helyi közösségnek, egy szépen rendezett helyi közösségnek, illetve bizonyos más szolgáltatásokkal, amely el tudná látni nem csak a vastas helyi közösségnek a lakosait, hanem a maketes helyi közösségnek a lakosait is. Károlt az épület ott áll, félig tönkretéve, és igazából egy jó lehetőség lenne arra, hogy egy adekvát épület legyen mondjuk ilyen közfunkciók elvégzésére is. Gasifikacija škole i obdaništa koja se greju na alo žulje pokazala se kao dobra investicija koja je doprinela značajnoj uštedi. Da li sledi nastavak i kojom dinamikom? Ami az iskoláknak a felszerelését illeti, illetve a fűtésnek a gázzal való ellátását illeti, azt gondolom, hogy az elkövetkező időszakban az idén is 2-3 iskolából ez meg fog történni. Ott, ahol gázolajjal fűtjük az iskolákat, ott le fogjuk cserélni, ahol csak lehet egy komolyabb dinamikával ezt a fűtés gázfűtésre, hiszen olcsóbb is, biztonságosabb is, és ezáltal egy komoly pénzeket tud megsopolni az önkormányzat. A gázolaj való fűtés a legdrágább, ebből kifolyólag ez a program, ez támogatva lesz az elkövetkező időszakban, és az idén 2 vagy 3 iskola, lehet, hogy több is át fog állni gázfűtésre az olajfűtés helyett. U kakvom je stanju vojna imovina i kakva je sudbina ovih objekata, kao i završetka zgrade Narodnog pozorišta, rekonstrukcija zelene fontane, bazena u Dudovoj šumi i izgradnja Y kraka te akvaparka na Paliću. Ami a beruházásokat illeti, komoly beruházásokat illeti, azt gondolom, hogy a kerülőknek a kiépítése az elsőbséget kell, hogy élvezzen, azonban a város számára fontos lenne, hogy az elkövetkező 2 évben a kerülőknek a kiépítéshez befejeződjön, ezáltal a teherforgalomtól megszabadítanánk a város, másodszorban pedig lehetőségeket nyitnánk arra is, hogy logisztikai beruházások valósulnak meg a határ mentén, illetve kerülők mentén. Fontosnak tartom azt, hogy a színháznak a beruházás is tovább folytatódjon, és a lehetőség szerint minél tovább menjünk el a beruházás befejezését illetően. Ami a többi beruházásokat illeti, kiemelten fontosnak szeretnénk kezelni a zsinagógának a felújításnak. Kérdését azt gondolom, hogyha egy kicsit jobban rádolgoznánk, akkor a zsinagógának a felújítását az elkövetkező 2 évben be tudnánk fejezni, és igazából ezt az évet vissza tudnánk adni régi fényében a szabadki polgároknak és az látogató turistáknak. Harmadsorban fontosnak tartom azt, hogy sok kis beruházás valósuljon meg, tehát ne óriási beruházásokban gondolkodjunk, hanem ott, ahol kell kultúrotthonok felújítását, helyi közösségi épületek felújítására vonatkozó óvodák felújítását, iskolák felújítását, illetve az infrastruktúrára vonatkozóan szennyvízházat, útépítésre vonatkozóan több helyen kisebb beruházásokat valósítsunk meg, mert azt gondolom, a polgárok elsősorban ezt várják át tőlünk, különösen ott, ahol erre égető szükség van. És ami úgy szintén szeretnék emelni, az, hogy a Palicsnak a kérdése és az ilyen akvaparkokkal kapcsolatos, hát azt mondom, Lufiknak az engedése a közvélemény irányába, azt gondolom, hogy komolytalan. Palicson addig nem fog komoly beruházás lenni, és komoly beruházó megjelenni, ameddig a Palicsi tónak, magának a víznek és a Palicsi tó környékének az állapota. Ilyen helyzetben van, úgy gondolom, hogy rendbe kell tenni a Palicsi tó partszakaszait is, úgy gondolom, hogy a víznek a minőségén is komolyan kell javítani ahhoz, hogy komoly beruházók jelen lehessenek a Palicson, és azt gondolom, hogy azok a beruházók, akik Palicsra jönnek, azok nem akvaparkot fognak építeni, mert az akvaparkoknak a rentabilitása az komolyan megkérdőjelezhető az elmúlt időszakban, elsősorban Thermal Wellness Spa beruházásba gondolkodnak, vagy Medical Spa beruházásba fognak gondolkodni, ami azt gondolom, hogy több pénzt is hozna magának Palicsnak is, meg Szabadkának is, illetve az egész környéknek. A katona létesítményeket, illetve a második kasszának az épületére vonatkozóan az idén is valamennyi beruházás meg fog történni, ami a kommunális infrastruktúrális felszerelést illeti. Sajnos nem sok pénz a rendelkezésre van, amit lépünk, és szeretném, hogyha végre megjelenne valaki beruházók közül és a második kasszányára vonatkozóan elkezdenénk valami beruházást, mert azt gondolom, hogy az lenne az előlépés ebből a szemszögből. Az első kasszányára vonatkozóan pedig az önkormányzatban megvan a teljes írásos dokumentáció arra, hogy ezt az épületkomplexumot vissza kell adja a hadsereg az önkormányzatnak, mert még az első világháború után a Szabadka önkormányzata adta át ezt a komplexumot az akkori jugoszláv királyi hadseregnek, úgyhogy ez alapján ők ezt vissza kell adják az önkormányzatnak. Nem kellene érte, hogy fizessünk, és utána pedig az önkormányzatnak valahogy gazdaságra ki kellene használni ezt az egész komplexumot, amelynek a lokáció nagyon jó, másodszorban pedig azt gondolom, hogy a beruházókat is lehetne hozni. Često se kao mantra ponavlja termin privlačenje inostranih investicija. Koliko se Subotica može osloniti na sopstvene snage i gde vidite razvojne potencijale? A koliko su nam dostupna sredstva iz Republike i pokrajine? Ami a
a munkahelyteremtést, illetve a gazdasági helyzetet illeti, azt gondolom, hogy az önkormányzatnak elsősorban nem csak a külföldi beruházókkal kellene foglalkozni, hanem a saját vállalkozóinkkal is, méghozzá saját kis- és középvállalkozóinkkal. Úgy gondolom, hogy óriási lehetőségeink lennének, hogyha ezekkel a saját vállalkozóinkat segítenénk és próbálnánk valamilyen formában lendíteni az ő helyzetükön. Nem hiszem, hogy túl sok pénzt vagy túl komoly támogatást várhatunk akár köztársaság vagy tartományi szinten, elsősorban saját lehetőségre vagy saját erőnkre kell támaszkodni, de azt gondolom, attól függetlenül, hogy vannak itt lehetőség, hogy segítsünk a saját vállalkozóinkkal, és elsősorban azokat az embereket támogassuk, akik itt teremtették meg a családjék által az üzleti lehetőségek feltételeket, illetve azokat a vállalkozókat, akik így kezdtek, a mi állampolgáink itt kezdtek vállalkozni, és teremtettek valamit ebben a városban. Őket kellene segíteni, és őket kellene fejleszteni. Ami a külföldi tőkét illeti, ez biztos, hogy fontos számunkra, de azt gondolom, hogy Szabadkának nem az a jövője, hogy olcsó munkaerőt biztosítson a külföldi multicégnek, hanem elsősorban az lenne az érdekünk, hogy jól fizetett munkaerő legyen itt foglalkoztatva, illetve a mi embereink jól meg legyenek fizetve ezeknél a cégnél, és elsősorban magasan szakképzett embereket foglalkoztassanak. Azt gondolom, hogy óriási lehetőség vannak a turizmusban, amit az elmúlt időszakban nem használtam ki. Úgy gondolom, hogy itt is egy komolyan belülépés lehetne elérni az elkövetkező időszakban, ha komolyan állunk ehhez a kérdéshez. Kakve su pozicije i potencijali Subotice kada je u pitanju regionalna saradnja, posebno sa Hrvatskom, koja je ulaskom u Evropsku uniju ostala bez tržišta CEFTA, a postoji interesovanje zainteresovanih hrvatskih kompanija da investiraju u Srbiju. Koliko bi i na ovo mogao uticati proces koji počinje pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu? Tehát ami Horvátországgal való kapcsolat, illetve horvát vállalkozásokkal való kapcsolat illeti, azt gondolom, hogy az a tény, hogy Szerbia és Horvátország között a Nemzetközi Bíróság eljárás folyik, azt gondolom, hogy nem az önkormányzatnak a hatáskörébe tartozik, attól függetlenül azt gondolom, minden komoly horvát vállalkozó vagy cég, csoport az jól jött ide Szabadkára, ha beruház, ha komolyan szeretnének itt vállalkozni, akkor Szabadkán úgy gondolom, megtalálják a segítségét az önkormányzatban arra, hogy ezeket a vállalkozásokat mégis valósítsák még hozzá hatékonyan. Predsednik vaše stranke jednom izjavio da je Subotica balkanizovana. Da li je i na koji način moguće vratiti građansku Suboticu u svakom smislu te reči, kakvu mnogi pamte? Ami a városképet illeti, úgy gondolom, hogy a városnak a tisztaságára, a városnak a rendezettségére sokkal nagyobb figyelmet kell helyezni, és lépéseket kell tenni, hogy itt egy áttörés érzékelhetően látszódjék. Ami a közbiztonság javítását illeti, az ugyanolyan fontos, mert komoly gondjaink vannak a közbiztonságot illetően, komoly gondjaink vannak az a fajta viselkedéssel, amely a huliganizmusba csapált, és azt gondolom, hogy ezeket a lépéseket, amelyek visszaszorítsák az ilyenfajta viselkedést, illetve valójában az ilyenfajta városképet meg kell lépnünk. Megvannak, azt gondolom, még mindig a kapacitásai a városnak, illetve a város lakosainak és a városvezetésnek, hogy itt érdemben előlépések történjek. Azt gondolom, hogy elsősorban ez akarat kérdés, hogy ezt valaki végig akarja vinni, vagy esetleg hagyja, hogy a folyamatok úgy menjenek, hogy eddig mentek. Najlepše hvala na ovom razgovoru. Hvala i vama.